Ouais, mais on se bacca vite. Ok. Meglio che normale. Alors la jean, toi, il faut qu'on me la donne, elle est dure. Cioè, voglio mai di un castello. Nem egyedül vagy a világon. Lusta vagy, mint a barom. Most fejlődök, most Akkor is meglepődök lusta vagy, felé. basszus, ennyi alatt komolyan a 60 szint lettem körülbelül. De igen, 70. Csináld! Köszönöm. Itt vagyok. Na, sziasztok, lesz csak itt egy Hermit, itt van velem Sebi és Blue, és Blue-val éppen ezen szenvedünk, hogy legyen egy valami. Amit most is gyűjtenek hívnak, előbb Blue kapott egyet, én már nem tudom hány kill után semmit. Úgyhogy most már Szevasztok. remélem, hogy így jövök. Ja, 100 killnél járok egyébként. Annyira. Körülbelül. Mortisszal. Mert most éjszaka valamikor csináltam, akkor dobta ki a 75 killes teljesítményt. Mondjuk el, hogy te nem nagyon aludtál. Végig kellett volna streamelned az éjszakát, basszus. Gondoltam rá, de bazd meg, senki nem volt itt. Hát nem baj. Hát most mit pofázok streambe? Nem pofázom. Ah. Beteszed a játék hangokat, ott fel vagy. Szoktam. Nem jössz be? Én már benn vagyok normálom. Az itt te milyen 15 percig cigizel most. Na, hát itt cigizek, tudod. Hát most Normálom vagy? Na jó, most megyek ki. Lassan fújj meg, jó Isten, mert jó ember volt. Hát ja, a srácok, kikaptam a Mortis gyűrűt, és az az igazság, hogy egész jót. Igaz, hogy fatalon csak, tehát hármas rangú. Bár 4,5% magasabb sebzés, szóval és fatalon 4,6 a plafon, úgyhogy egész magas érték. Illetve hát 4-es rangban meg 5,5 a plafon, úgyhogy még annak is elmegy. Úgyhogy teljesen jó. Happy van. Eszi nélkül megvan a 10k. Igen. Sőt, hogyha zöldet felrakom, akkor meg már ilyen 10.200 körül vagyok. Ó, bezzem. A semmiért is teleportol, csak hogy ugorhasson egy centit. De nem? Hát igen. Én nem lőtted el, most nem lehet baszolni. Közben éjszaka, képzeljétek el, összejött egy fegyókraft is. Három sárga sor benne van egy legi fegyóba. Kettő több sebzés, egy magasabb sebzés. Hát meg van egy szimpla sor is mellett, az is magasabb sebzés, csak az 21%. Úgyhogy most már egy egész jó. Farmolgattam fatalt. Egy cseh sráccal képzeld, egész jól összehaverkodtam. Gyerekek! Úgy léptem csoportba, hogy írtam, hogy erős törpe Q1 fatalra, vagy Infernára keres csoportot. És akkor rám írtak, hogy mennyi a damage-om. Tehát ennyivel kezdték, semmi mással. Hát bekamúztam, hogy zöld eszivál 16k, 16,5k. Már jött is az invi. Törpemániás kecsek. Kamúzós. Megérdemli. Csak törpe, csak nagyon az damage, ne kelljen dolgozni, csak a törpe ledolgozza, én megszedem a dropot.
De az az igazság, hogy egyébként, tehát most, hogyha megnézed, tehát belépsz egy csoportba, akkor most Bandi úgy őszintén, szerinted egy olyan törpe, akinek mondjuk 16K a teteje, az milyen eszenciával fog menni? Zölden. Zölden. Legjobb esetben mondjuk kékkel, ugye? De inkább zölden. Most én, hogyha Fatalra megyek, vagy Pokolira, akkor én Lilával megyek. Egyedül bosshoz rakom fel a Rombit. Nem is tűnt kivéve, hogyha elfelejtem. Tehát akkor igazából, ha Lilával megyek, akkor megvan a 16K damage-om. Bőven, sőt. Most nyomok egy cít, és van nézem. 17.700. Lilával. Rombival 22.000-nél járok. Ha régi fegyomat használnám, akkor az olyan 23-24 körül lenne most. Trombiban ilyen 1500-2000-et buktam. De hát nem baj. Nem visszajön, nem soká. Összejön a fegyókraft. Akkor bőven vissza fog jönni. Jó, hagyjál már. Na, ez meg ritka fegyó. Egy közös ezután majd el kell adnom. Itt van, ez még egy boss. Mindig itt van, hogy és kimegy. Hát azt kell, hogy mondjam, tényleg ez elég jó a dropom, már egy egyedik terén. Tehát szerintem, hogy hopp, ez azt hiszem fel kell találni. Tehát szerintem az egész gyorsan kiestek a cuccok. Nagyon jól esik. Én azt mondom, hogy nagyon élhető most a játék, hogyha valakinek van türelme pepecselni. Most már csak pepecselni kell. Nem kell állandóan mortisztelni, mint régen egy kapjával. Igen. Kurva nyerő. Hoppasz meg kell. De minek meg ugrik arrébb, érted? Ezt nem tudja megmagyarázni a játék. Csak azért ugrik arrébb, mert bar. Jó, hagyjál. Tudok venni, bazd meg. Azt a kurva beszarított a sarokba. Bazd meg, ezt megölt. Köszi. Hallod? Rámbasztam geciét, visszapotisztam együtt is. Őrt le tudod neki rakni? Hát akkor próbálkozom, csak már szökjének el, nem bazd meg. Az a 14 perces ébredés ízé. Ennyi. Na, ritka feje, vagy ez a legiteljes. Szapjál olvast a legiteljesebb detektív. Az jó, mert én legi választ kaptam. Fantasztikus. Fantasztikus. Úgy bírom, hogy van utóégésem. Tiszta Grimmagnak képzelem magam. Kurva jó, kurva jó. Nyomj egy ízét, megsemed arra. Nincs. Nincs megsemed? Nincs. Ugye lesz. Meg akar jönni egy mágus. Kurva anyára. Mindig akartam jönni. Hát hagyjad már mágust, ne hogy beengedjél. Most jön a semmetes. Na, nagyon faszavaznak. Szia Lukasz, szia Falta Benedek. Szevasztok. Szia Gulyás Józsi. Várjál, eladok gyors. Kék is sok már pokolira és nincs 16 állapom. Mi az, hogy a kék is sok? Hogy lehet a kék sok pokolira?
nem tudsz vele sebezni, mert kéri a játék, hogy túl sok a sebzésed, azért élben maradnak a lények, vagy mi? Nem, igaza van. Mi az, hogy sok? Hogy lehet sok? Hát úgy sok, hogy felesleges már annyi igazán. Vagy nem az, hogy tehát, na, az már annyira kényelmes, hogy nagyon, tehát ilyen 13-14-es szerintem már lehet azért tarolni. Viszont össze kéne rakni egy fejest. Hát, ha egyszer ad valami zsebzést. Na, mutasd magad, keci. Ez a nyelv, de jó vagy. Hatály ritka. Tudok craftolni, csak a pénzem van. Igen, srácok, képzeljétek, hogy azt találtam ki, hogy tehát eddig az volt a terv, hogy mindent olvasztok, hogy rúnát gyűjtsem egészen tegnapig. Aztán kitaláltam, hogy nem olvasztok, hanem mindent eladok, még a legiket is, amíg a craftom össze nem jön. És hogyha majd meg lesz a craftom, az, amit szeretnék, tehát úgy minden, igazából nem olyan sok cucc kell még. Meg lesz a craft, akkor majd olvasztok utána mindent. Szar. Opa! Az jó. Bazd meg! Esett 2 darab kék ruha, egy 853-as sebzéssor, majd 907-es sebzéssor. De faszom. Akkor megyek is craftolni. 907, meg van egy 912-esem is már. Hát ezek mellé csak randomokat rakok be. Hát ne szopassa, nem bírja átrakni. Úgyhogy srácok, még a kockákat is eladom. 9-1. Ezek mindegyikből átrakja a bónuszokat, csak ebből nem. Gondoltam, beraktam egy olyan ruhát, amiben van sárga sorba 9,51 védelem. Szerinted berakja? Hát persze, hogy be. Jó, nem baj, jó para. Akkor majd, ha lesz tesókája. Akkor gyűjtögetjük még egy kicsit. Bent vagy? Fatalon? Mehetünk. Na, rohadjatok meg. Az idegesít, hogy mindig az itteni felső boszt kell először kinyírni, hogy ja. Hát igen, ilyen 70% itt mindig szokott lenni egy boss. Most pont nincs. Kocka rohadt jól jön, ami azt jelenti, hogy lóvé egész jól jön. Az minden kocka 5 gólt. Ja, már kettesi a dobálja mocskait. Nézd meg, bezzen kiugrott. És semmi, bazd meg, nem hiszem el. Ah, hallod.
Ez is csak akkor, amikor nem számítasz rám, hogy... De már annyit voltam, tehát én nem tudom hány... Hát 100, az már réges, régen kellett kerüljön. Faszom. Azt mondom, jó lassan jönnek, hogy pont a végére írjanak. Na, de miért irogat élvezd, gyögyen fel a picsába. Fent van élvezd. Hát nem látod a csetet? Kláncsa. Ja. Most hagyjad, hogy jöjjön már föl, most ne beszélgessetek. Jön majd mindjárt. Na, se írok. Egy blúte tegnap voltál fent, vagy nem? Aha. Tizenegy órakor lépett. Hát te mit csinálsz itt? Azok szarja a kockát. Srácok, amúgy én is indítanék streamet, de azért nem indítok el. Hogy kerültél oda le? Gyalog. Az előbb itt meg volt-e halva? Én Soba nem haltam le. Azért nem indítok streamet, mert bármelyik pillanatban... Hoppá. Rohadja meg. Nem, gyerünk, jöjjünk vissza. Hallod, Éva, az kiesett 3-as rangba az előbb. Mennyi 10 perce van, Dél. Pont mielőtt a streamet indítottad, ugye? Vagy már indítottad? Összejött egy fegyókraft. Na mondjad. Van benne 2 sor, sárga sor, izé. Több sebzés. Ú, bazd meg. Meg van 1 sárga sor magasabb sebzés. Az értékünk. Amit a százalék, hány százalék, mit? 149% több sebzés ennél a tárgynál. Meg 8... 8 mi az, 8. hogy már szingot lerakni? Hát ki a kurványán vagyok én? 8%. Ja, hát majd az lesz. Legendás. Ó, épp azért ebben kraftolom. Jó, persze. Majd lesz mellé. Most már csak arra fogok odafigyelni, hogy legalább 3 darab 2 sorosom legyen majd. Vagy 3 soros. Lehet, hogy a tutira megyek, és akkor 3 sorosokat csinálok. 3 egyes fegyverötök így. Mit csinál? 3 egyes fegyver. Tehát 3 több sebzés, 1 magasabb. Aha. Hát az... Kurva nyádat már. Semmivel nem lehet elpusztítani. Ja, ez... rohadjon meg. Kösz. Nem tudok átmenni ezen a kibaszott városon, mert visszadobom. Hol? Te volt egy ilyen ruhakraftom is. Ja, igen. Legi ruhában van egy 8,7-es, meg egy 9-es magasabb sebzés sor. Ugye még csinálok egy ilyet, 2 vagy 3 sor elment, akkor megyek én is. Na, materia portál van, pakoli kubaitja. Fatalom vagy? Pakoli. Ja, pakoli. Az a blóval geci. Megsebezhetetlen szinte. Bandi, átmenjünk.
Hova? Pokoli Dehogy megyek. QR-be. Dehogy megyek egy portálért pokolit. Ne menjen nyugodtan. Na mindegy, akkor farmoljuk a gyűrűt majd. Akkor ezt kiadjuk most a jelzt. Ah, most mi? Dehogy megyek. Oké. Okay. Annyira ez a portál engem nem fog meg. A kurva, már kettesével lövi a szarjait. Ne rakj el őrt. Miért? Ja, most úgy ütöttük, ha láttam. Azért, mert ha lerakod a zöld, akkor mindig elmozdul egyet valamire. Regi gyűrű. Akkor próbálok is egy craftot. Ritka ruha, 9,7-es magasabb sebzés. Faszol. Gyomakker vagy. Nem, akkor leszek makker, ha összerakja őket. Ja. Na, lássuk. Blue. Tessék. Van még 30k under. Uh-huh. Azt majd hova postáljuk? Hát, majd meglátjuk már. Tudod, mit mondok rá? Ez maradjon már egyelőre. És megvárjuk, hogy Kalisból lesz-e most valami. Hogy behozzák-e vagy se. Vágod. Okay. Na nézzük, tudsz-e szart adni. A kurva anyádat! Na. Hát obaznak, olyan 4 fegyódit craftoltam, mindegyikben volt sárga sor, és nem adta be egyiket se. Mekkora féreg, geci. Tóbaznak. Mindegyiket képes volt túldobni. 4 sárga sorból egy se. Hát Bandi, hát akkor mit mondják, akkor berakom a 6 sor, első 2 helyen bent van 6 sor, sárga sor, uh-huh. És az meg egyetlen egyszer volt, hogy 3-at, tehát egy 3 sorosat adott be, de úgy, hogy akkor volt a plusz helyeken még, mert még egy jó pár. Uh-huh. Várjátok csak egy picit. Vagy mehetsz a plusz, de gyorsan még egy craftot megpróbálok. Direkt nem azokat dom, még a zöld öveket is képes volt ebaszni. Képtelenség jót craftolni, nem engedi. Élvez, nem jössz lovak farmra? Hát most még pokolizok. Max utánban. Na, Blue, jössz vagy? Megyek. Egy pillanat. Megyek, csak vissza kell raknom a köveket.
Vagy nem jött ez a craft. Itt van egy. Pedig itt a kovács előtt alig lehet átjönni. Bazzik, 3-6. Ez még nem ébredt fel a lány. Ez olyan. Hermit, majd melyik Teamweaver töltsem le majd? Melyiket? Egy Teamweaver van, öcsém. Ma nincsenek különböző változata. Nincsenek. Nincsenek. Teamweaver, kész. Oké. A kurva anyja. A, mondom, ne ragd le az őrt. Nem is raktam le az őrt. Már meghalna. Ja, átállítottál? Az se jó. Megmondtam tegnap. Most, ha nem állítok át, akkor meg csak egy szingom van, dövöd? Hát akkor az se baj haladban, de ha a hátot megállsz, akkor is izé ilyen 70 ezreket sebez rá a torony. Ez egy másodperc, ott hányat sebez rá? Pillanat alatt elfogy az élete. Már fel, bazd meg. Én akkor én lépek, csasztok. Ciao. Szóval. Istenem, ha egyszer valami értelmes tárgyat így dobnak. Semmi. Bár mondjuk azt el kell ismerni, hogy magik számára főleg a tárgyak 90%-a se válla, se kesztyű, se semmi nem lehet jó, se a gyűrű. Hát ki is van zárva, hogy jót adjan. Se könyv, se egykezes fegyver. Nulla. Ki vannak zárva a tárgyak abból, hogy egyáltalán megnézz őket. Ez a dühítő. Te, hogy mindent meg szoktál nézni? Minden cuccot megnézel? Hát, az kizárt. Most mondom, hogy a tárgya 90%-át meg sem tudjuk nézni. Hát de bejjük. Miért? Hát mert nem vetjük fel. Mi? Saját sebzéses csizmát? Arabicke sebzéssel? Hogy mit vegyek fel? Ellenállásos vállast, vagy mit? Hát mit tudom én. Nincs mit felvenni a tárgyakban. Csak amit craftolni érdemes. Az meg van. Öv, meg fegyver. Hát meg kesztyű, ruha. Kesztyű, mit, nem tudom kesztyűt. Mit tegyek kesztyűbe? Támadó sebességet. Hát biztos, hogy nem fogok speedes kesztyűt csinálni. Hát akkor miért csinálsz? Semmiet. Akkor vegyél sötétét. Sötété kesztyűm van. Úgyhogy végasztal. Innen végasztal. Egyszer abba kraftolok, de hát ez már kb. Egy fél év még, amíg abban anyagom lesz. Ilyen szűzmagok, meg ilyenek. Annyi azt mondani, hogy ó, akkor kraftolj négy tárgyat. Jó, persze. Másfél millió enderért gyorsan szűzmagot veszem. De még azt se tudsz, mert az meg üzé kell, az a vízbasz. Matéria, azt meg nem veszem. Matéria. Azt meg nem is veszem. Építenétek magit, meg tudnátok, hogy mi az, hogy csöndben lenni. Hát nem építünk. Nem bizony. Egy bites törpe, aztán ki. Gondolkodni ne kelljen, meg értékek ne kelljenek benne nagyjából ennyi. Hát azért... Mind gondolkodsz, hogy 8 sebzés, vagy 9 sebzés? Ezen gondolkodsz? Nem. Vagy hogy 10 sebzés, igazad van. Hatalmas az változatok tárháza, de lehet, hogy 11 sebzés.
Nem egészen így van ez az Mi egy... mást? Mi mást teszel a cuccaidba? Mondj még egy értéket. De nem bandi, hát nekem az egy... meg sebzést is teszek bele. Hát... Azért a törpe az ilyen, nagyon egybite. Teszek hát, sebzést, azt tettetek őt. Ahogy neked nem ad jót, nekem úgy ad kritest. Tehát, alud... De nem kell gondolkodni, nincsenek variáció. Nulla, zéro variációd van. Tudod, milyen fegyver esett? Itt van, el van rakva, hol van? Figyeld, 209% crit sebzés. Kettő sárga sor van benne, meg még mellette igen. Kettő közepes. Figyeld, esett egy másik legi fegyver, pont abban a pillanatban. 127% crit sebzés. Négy sor crit sebzés. Érted? Tehát... És mit kell, melyik sorát kell figyelned azon kívül, hogy legyen benne a sebzés? Meg kell akkor újra. Nekem az kellene, hogy legyen benne több sebzés. De tudod, miket rak? Egyik bites. Vagy tudod, sebzés, a... vagy egy sor több sebzést ad általában, és az is ilyen 25 meg 30%. Érted? Tehát nem ad. Értem, de még mindig egybites a törpe. Nem azt kérdeztem, hogy ad-e vagy nem ad, hanem egybites. Csak egy fajtát adhat. Nincs gondolkodásod. A magi is ugyanaz. Hát és tényleg igazad van. Mi? És tényleg hát, egybites. Aha. Mi? Lát, igen. Én tehát akkor meg sem gondolatúrányítem is. Igen. Arra volt, hogy értékek, élvet, hogy direkt adod a hülye gyereket, vagy véletlen. Tehát most miről beszélsz? Kritről és kritsebzésről, hogy nekem nem egy kibaszott értéket kell nézni. Most ketten adjátok még... direkt a hülyét? Százról. Miért? Miért élvez? Azt kérdezed, hogy miért kell néznem a kritet és a kritsebzést? Nem azt kérdezi. Azért. Hanem azt mondja, hogy oké, neked három értéket kell egyszerre nézned, de nekünk ugyanolyan nehéz egy értéket összerakni. Nem azon... És igen. Azért van annyi gyenge. De Bandi, figyelj meg! Olyan nehéz. A törpét, hogy hát, legyen, egy alapból kettő speedet össze kell szedni. Minimum. Hogy jó legyen. És az is még csak egy átlag kategória. Tehát akkor törpét sokkal nehezebb építeni, mint magit, ugye? Aj, de sajnálom. Meg ugyanúgy. Védelem, jaj, ellenállás. Jaj, de sajnálom. Hát nem, csak nem egyforma a két kaszt. Azért, mikor akkor rájomsz a karakterkezdésnél, akkor lehet választani. És nem random vagy. Tehát nem random. Bandi, most ne fikázd a mágus, meg izéd, mondd azt, hogy milyen szar a törpe. Te is... Na, azért, de akkor ne fikázd. Nem, akkor ne csak fikázd. Mondom, hogy tisz. Ehhez gondolkodni is kell, én csak ezt mondtam. Ez az a kaszt, ahol gondolkodni is kell. Nem ilyen de egy bit. Törpe annyival másabb, mert... Másabb, mert nem kell benne gondolkodni. Én is ezt mondom. Na, akkor meg egyeztem. Hát figyelj, te lerakod az őrt, meg átállítasz magadnak még egy mobot, azt elszaladgálsz kényelmesen, vagy azt sem egy meg helyből leveszed. Meg a tornyot és elszaladgálsz meg a fegyektet. Igazad van. Hát pontosan, de... Nem is kell gondolkodnod, hogy mi történik. Nem, de érted, de nekem érted. Az meg jön utána. Nekem úgy kell mozognom, úgy kell dodzsolnom, hogy ne én kapjak. Te lerakod az őrt, és kényelmesen elmész, mert nem fog nem téged látni. Nem erőködöm azon, hogy egyedül játszom. Hát a kutya se bánt vagyok. Téged akkor. Mondom, én csapatjátékos vagyok. Mindegy, itt most lehet mind a kettőt szidni is, meg isteníteni is. Tehát ennyi erővel akkor lehet a tankot is, felhozhatjuk a tankot is, szart se ér, mert hogyha nincs csapat, akkor nem tud semmit se kezdeni magával. Vagy kétkezes tankot építesz, de akkor nem, nem is volt szó, hogy ki tud magával kezdeni valakit meg kéne. Azt mondtam, hogy a törpe egy biter, teszel rá a sebzést, azt nem kell gondolkodni. Véletlenül sem. Hát, csak dodzsolni. Ahhoz nem jó, kell arrébb kell menni, érted? Hát ahhoz ügyesség kell, csak sem más. Most karakter építésre beszéltem, nem karakter használatra. Nem baj. Szeretlek. Vagy az a megerőltető nektek, hogy gondolkodni kell azon, hogy sebzés. Még azt is ki kéne venni, és akkor teljesen random tárgyak kellenek, nem ideg. Az nem, már hülyeség lenne. Most figyelj, de tehát ahhoz, hogy egy olyan többét király, amivel el tudsz menni egy 4-5 fős csoportba, és tudsz izé ölni, ahhoz nem kell ész. Az így van. Ahhoz kell ész, hogy el tudj menni egyedül, vagy esetleg kettesbe, valakivel, tank nélkül. Az miért és... kell ész? Mert az nem ugyanúgy sebzést kell keresni, meg százalékos sebzést.
Meg védelmet, meg ellenállást, meg minden, jó faszt. Ja, úgy mint én. Tehát akkor nem sebzésre kellett menni, hanem minden másra is. Nem, kiderül, hogy a törpe hiperbonyolult kaszt. Nem, nem az. De a törpén is ugyanúgy kellett. Nem egybites, félbites. Ja. Hát igen, egy sebzéses törpe az lehet, hogy bites, ahogy te mondanád. De egy olyan törpe, ahol ellenállás, meg védelem, minden van, azért az nem. Én multifunkciós törpe vagyok. Multifunkciós? Tank is vagyok, magi is vagyok, egyben minden. Na, az előbb meg volt a századik killem. Milyen századik killem? Századik lovag. Ja, ez már jó régen volt. Vagyunk egy kezes. Képzeld el, hogyha még neked is azért két-háromféle kétkezes lenne, mint a tagnál, vagy az íjásznál. Nagyon örülnék. Vagy nekem, vagy nekünk. Na, az még faszolóra. Lenne olyan, ami ad plusz értéket, van, még be plusz két lenne, csak úgy egy plusz sorban. Hát bírnám élvezni. Jobban szeretném, mint most. Most csak harci bunkonk van a tantagnak. Semmi másunk nincs, hátvetítem. Bártnak jobban örülni. Ott a belrakjön. Igen, az egy jó fegyver, látod. Jó sok sebzést ad. Az egykezes, vagy kétkezesnek minőség. Krit, öv, öv. Nem, nem. Most fegyverekről beszélgettünk, azt mondtad, hogy te bearak őt, csak akkor érdeklődtem. Bearak őt, igen. Hát már azt mondtad, hogy bárcsak adna valami kritát. Igen, a fegyver, igen. Mint a tanknál. Bizony. Ha neked elég a bearak őt 600 krita, használd a bátornak. Nekem nem kell. Na látod. Hát bazd meg, ilyen nincs semmi. Sebzés mondja. Lassan kezdek benne nem hinni, hogy ezek adhatnak valami. Hihetetlen. Ha nem kaptam volna a másik karimon egy rohadik dragon, hogy ilyen notis gyűrűt, nem tudom, hogy létezik. Persze odaadott minden fasz a dolgot. Mit találtál vajon, hogy itt lement a HP-n? Azt hittem az izérlegiket, adha az ember sokat járni. Pont ezt mondtam én ma. Még legit se. Talán egyet kaptam eddig azt az egyfejest. Vagy egy gyűrűt, vagy az se. Hát én azt hittem, hogy azért ez egy ilyen jól dobáló kis
Szartalicska. No, no. A gyerekek, ezt tényleg csak türelmes hallatok meg. Ajánlott. Semmi. És neked a másik gyűrűd az mi? Miért nem a jó ez a gyűrű? Életerő gyűrű, másik. Még arra így gyóra kéne egy célja. Még gondolkodom a másikra egy piros gyűrűn, hogyha egyszer kiszedni a makkat. Én hülye pont elköltöttem, aztán jön a Dragon Event, akkor ott kell kiszednem egy piros gyűrű ára. Az se lenne még rossz, hogy egy... Mire költötted el? Hát... Mi csinál? Dragon set darabot. Ja. Hát de mindig a Dragon Event-e visszajöhet. Jó csap, aztán kibe-kibe. Most kell ott más csinálni. Hát fasza lesz majd ez a Dragon Event. És egy pokolin végig nyomjuk. Erőlét neki. Fatal elég lesz, oda. Keresek én is egy jó csókit. Nem is, de is szarom a küldetéseket szerintem az elején. Csak kibe-kibe. Adjon jön. Most figyelj, abból jön kb. 1000 mag. Én amúgy az elején mondom, először legyen meg már végre az erősödés. És majd utána jöhet a buli. Az gyűrűn is gondolkodtam második gyűrűnek. Meg egyettől a rohadéktól csak esne le. A matéria az egész jó jön, bazd meg. Nem azért jöttünk, de az jön. Vaj meg a Grimagru cím is meg lesz. Bazit, én nem költöttem el a matériát, mert van 23 ezer. Igen. Ja. Igen, egész éjjel azt farboltad. Magot vettél? Nem vettem még semmit. Ja, ezért vettem a Grimax-szertet. Tegnap előtt. Csizmát meg a... fegyverdíszt. Nem úgy egy hétben erősödtél 100 000 százalékot kb. Kb. Igen, az ember ott ül előtte, akkor azért lehet. Ha melózol, akkor meg majd nulla. Az ősz egy picit nyom, jó, semmi adjon. Az a nagyon rossz benne igazából. Hát, ugye, hogyha azért napi 2 óra összed szerintem, hogyha talán tud az ember azért nyomni. Passz meg. Kösz. Azért annyi idő alatt elég sokat lehet farmolni. De nem tudod napi 2 órát nyomni az a baj. Hát, csak mondani, hát egy óra is valami. Megadjél. Menjed, picsel. Rohadjál meg. Na végre te geci. Hú, bazd meg. Azt a kurva. Az íjászok megesznek a gecibe. Jó, ott rajtnak ezt. Hihetetlen bazd meg, ilyen 6-7 ezer sebzés, perlezés. Kurva, anyádat már. Szingut akartam rájuk, aki nem volt. 3 lövés az ilyen 20-22 ezer sebzés. De jó. Rohadj meg, hát nem száz, vagy nem indulsz ki. Jó van, szerintem hagyjuk most a felébe, mert már nagyon rakvények emeljön ki. Na, gyerünk még egyet. Ja. Azt hol lehet, nem lehet sehol látni, hogy én hányszor öltem meg. Mi ott nem számolja külön? Valahol számolja. Azt úgy van, hogy
Azt hiszem 500-nál is dob egy teljesítményt. Van teljesítmény, de annak akkor megnézem. Persze, hát onnan tudom, hogy 100-adik volt most az előbb. Na ez az, hogy 100 fölött. Nem tudom, mennyit jöttem már. Egyedül is ezt toltam. Csináltam múltkor valami 39 ezer pontot így. Na Szabi alatt majd megnyomom ezeket a teljesítményeket, basszán. Hú, én abszolút nem foglalkozok vele, van izgat. Igen. Azért nagyon sok arany töredék keresés, stb. Micsoda? A teljesítmény? Nem az. Az a töredék kereső szemüveg, arany, meg ilyesmi. Ja, ezért mondod. Köztest. Az nekem nagyon fontos. A rangsort. Ez de gyönyörű. Tényleg jobb így. Nem mozog a kis kurva. Legis is. Kiszolatlan Onyx a legnagyobb érték. Mondjuk az is 111 under rohadjon meg, de fuh, kőárak azok vannak. Na, tudom, amit akartam átalakítani a P10-et, az mennyibe kerül? Hol vagy? Ez csorba, két csorba zafír. Azt mondja, hogy csorbát mennyiért? 10-ért, akkor 20-at kell nyomni. Az 300. Tök jó, hogy van nekünk is szar. A gyűrű biztos, hogy csak a lovag dobhatja ki, nem? Meg kidobhatja map 2-n az utolsó bogáris Martis bejeletedet, illetve Martis is. Csak ez látszik a legegyszerűbb útnak egyelőre. Ez a leggyors. Igen. Mert a bogárig eljutsz, megöregszel, illetve még ott van akkor ugye Martis, azt meg üsset hajrá. Az a baj, tényleg ennyit kell vele szívni. Sajnos nem. Nem rémhír, hanem valóság. Nem, valakinek kidobja elsőre, tehát nem, azt mondom. Másik... Ma első két körbe kikapta a kettőt. DR-ön első körben kaptam ki. Ja. Tehát, és találkoztam már a jelenséggel, csak sajnos itt nem tudsz vele mit kezdeni. Agyfaszt kapsz meg szépen. Nézzük a fejeseket. Hány fejesen? Igazából. Van egy olyan fegyódiszom, hogy majdnem 48% kricseli. Fogom, mi azt van a használni. Jól néz ki, szó se róla. Jól néz ki, csak egy kricseli. Azt mondja, hogy nincs több fejesen, de itt is van egy. Három darab sebzős. A gyereket három fejesig csak elbénáskodtam magam. Na, nem tudom, sebzős fejes maximum az, hogy majd azért kraftolni, ha lesz mit. Na mindegy. Az a baj, hogy nem tudjátok már jól össze... Nem az, hogy nem tudjátok jól összerakni a karit, hanem azért. Ez a Dragon Set-es kraft, ez hiányzik nagyon. Hát, hogy ez bejön a Rubizban, akkor visítok az örömtől. Meg szerintem mindenki. Látszom, hogy csak a törpék, mert az íjászok nem tudom, nem lakon rakkocsod a dragonsetteknek, itt nem éri meg. Rohadtul, nem? Hát csak a kérdés, hogy a dragonset milyen kraftot hoznak be? Nem, hogy értem. Mert... Hát, ugyanolyan, mint a varkodés. Hogy még kritet kap? Nem, hanem, hogy ugyanúgy kell kraftolni. Miért a vargófot hogy kell?
Sárkány mag. Sárkány mag. Az mi? Ugyanolyan, mint a szűzmondom ezek. Az hol ütöd? Hát a dragonon a pó, a dragon, a magusan a vérmágus. Jó, csak ott bent tudod ütni. Aha. Ó, basszus. De hülye ötlen. Valjuk be. És akkor kell be az meg 750 darabot összeszedni a három cuccnak. Hát ja, mondjuk nem kell, csak a sisaknak, meg a válasnak. 500 darab. Rosszul hangzik. Az nagyon rosszul hangzik. És akkor fatalon mész, akkor ötösével fogja dobni, ugye? És tolni 100 körfatalt. 100 körfatal, azt akkor. 100 belépünk az meg. De most hogyan a ja, fatalt? Hát ezt meg lehet csinálni, ez nem nem olyan nagy külön, nem? 100 belépő, mennyi 120 vagy 180 gyöngy volt a lehívás a bossnak? 120 gyöngy. Ja. Akkor ez 12.000 gyöngy. Jól mondom? Hát a váltogatva hívjátok. Így van, 12.000 gyöngy. Csinálsz most érted, 5 fős csoportba számolod a 12.000-et, akkor azt most lehoztad, akkor mindjárt csak 2400 gyöngy fejenként. Azért annyit meg ki tudunk farmolni. Két hét alatt, ugye, vagy majdnem három hét a dragon. 2400 gyöngyöt, hát azt nevet. Hát napi szinten ki lehet ütni, vagy ezret. Betesz az ember egy filmet, aztán farmolja. Régi szép idő. Én végignézek két filmet, meg van a gyöngyöm. Na jó, én felébe talán így mentem, okay, és szavaztok. Csáó. Mi van még olyan, ami érdekes lehet? Semmi. És semmi. Okay. Na tehát akkor tartok eddig ott, hogy négyes erzős fejesen van. Aha. Ja. Hát, sokat nem érnek, de már össze lehet őket kraftolni. Hallod, most a leginek a szintje az mit ér azután, miután már megkaptad? Hova tudod még használni? Semmi. Max craft. Na jó. Nem úgy, nem úgy. Tehát ráírja, hogy hármas szintű. Az soha többé nem számít sehol, ugye? Csak az érték. Uh-huh. Most az rossz szint. Jó, az más. De akkor az nem számít. Tehát, mit tudom, egyes szintű legi tehetsz bele hármas szintű egyedibe. Ja, simán. Uh-huh, tehát akkor nincs érzés. Nulladik rangút is akár. Jó, akkor erre még... Hát ha alulírjól tudod kraftolni, akkor igen. Uh-huh, ja, értem. Ad. Jó, tehát akkor nem kell szintet nézni. Az még fasz, amíg attól féltem, hogy azt is kell. A nagy faszt kaptam volna. Ja, a kraftolandus tárgyakat szépen szedjük csak ebben. Azt akarom, minden kraftolandó tárgy nálam legyen. Aha. Nem tudom gondolkodni. Mi ez? Fjarni jégpecsétje, fantasztik. Abba is krit van, basszus, és sosem néztem. Egy krit sebzés. Na, hát akkor nagyjából ennyi lett volna mai reggel. Szépen átszaladtunk az egészen. Akkor a hülye dragon szettet megpróbáljuk kiszedni, régit is, újat is. Aztán maximum eszköztár el lesz benne, nem? Valószínűsített, hogy az eszköztárban lesz a dragon szett? Ja. Kiszedi az ember? Hát nem baj, ez van. Van forra kulcs, még jöhetne, hogy legyen eventre. Na mindegy, köszönöm, hogy megnéztetek, gyerekek. Ez volt egy hihetetlenül szórakoz. Tató lovak farm. És akkor jövünk még, és egyre erősebbek leszünk. Csőbász csőpacsi, sziasztok! Csőbász!